Gerjen és a Tolna megyei önkormányzat együttműködésének eredményeként az elmúlt esztendőkben megtörtént az egészségház felújítása, mely egy korszerű rendelőintézetet jelent. Ennek, mondta Romhányi Károly polgármester, azért van jelentősége, mert a paksi beruházás hatására várhatóan a jövőben lényegesen többen érkeznek majd a településre, akiknek megfelelő egészségügyi ellátást kell biztosítani. Illetve ami talán mögöttem látszik is a kameraképen, az általános iskolánknak az energetikai korszerűsítése történt meg a fizikai valójában. Itt még szintén a papírmunka, illetve a lezárás van folyamatban. És ami a jövőt érinti konkrétan, az pedig hamarosan nekiállunk egy új óvoda bölcsőde építésének a megyei önkormányzatnak köszönhetően itt Gerjenben. Egy területi operatív program forrásból, ami közel 400 milliós beruházást jelent. Ez egy kétcsoportos óvoda bölcsődét jelent a településünkön, ami azt gondolom, hogy a jelenlegi emelkedő gyerek létszám mellett elkerülhetetlen is, illetve tényleg az, hogy megfelelő körülményeket tudjunk biztosítani a gyerekeknek, ez pedig egy alapvető dolog egy település életében. Orbán Attila, a Tolna megyei közgyűlés alelnöke arról beszélt polgármester kollégájával, olyan 99 települést érintő területfejlesztési program előkészületei zajlanak, mely szabadabb mozgást biztosít a fejlesztések területén, és amelyben jobban össze lehet fésülni a megyei és a helyi érdekeket. Hogy nem csak toppos források lesznek a jövőben, hanem Gerjen és a Gerjen körüli települések mind részei a közép-dunamenti fejlesztési térségnek, a megye szinten 62 település, és hát hogyha valami netán a toppos forrásból kimaradna, akkor még mindig lesz lehetőségünk a fejlesztési térségi programokon belül kialakítani, megkeresni a forrást ezeknek a fejlesztéseknek, és így egy kicsit bátrabban merünk gondolkodni. Hát hogyha az eddigi lehetőségekhez hasonlítjuk, én úgy szoktam fogalmazni, hogy addig, amíg eddig különböző fejlesztési forrásokról azt mondtuk, hogy hát lehetőség van fejleszteni. Most egy fejlesztési térség esetében, mivel ki van jelölve maga a térség, és mind a 199 település arra, hogy itt fejlesztés történjen, akkor itt nem lehet, hanem itt kell fejleszteni. Tehát ez egy markáns különbség, mikor úgy tekintünk egy térségre, hogy az a feladatunk, hogy ezt a térséget fejlesszük. Erre készülnek tervek, vannak mutatók, aminek meg kell felelni, tehát gyakorlatilag magát a térséget fel kell emelni, tehát a fejlett Magyarországon belül a fejlett térségek szintjére. A település vezetője és a megyei közgyűlés alelnöke megegyeztek abban, Gerjennek is be kell kapcsolódnia a kerékpárút fejlesztési programba. Ugye itt korábban történtek már egyeztetések, illetve a nyomvonal kijelölésről beszélgettünk, lehetséges nyomvonalakról. Ugye itt Gerjenben a közeljövőben reményeim szerint a Paks-Kolocsa híddal párhuzamosan mondhatom a kivitelezést a párhuzamos szó használata esetén. Ugye Gerjent össze fogják kötni a paksi atomerőműig, így alapvető fontosságú az, hogy a kerékpáros közlekedést is meg tudjuk oldani a későbbiekben. Én nagyon bízom abban, hogy találunk erre forrást adott esetben közösen a megyei önkormányzat. Fadd és Tolna között egész Domborig ismét épül kerékpárút, és ezeket az egyes szakaszokat kell összekössük, ezért itt valahol Gerjen a közön van, és ezért meg kell azokat az útvonalakat találni, ami legideálisabb, hogy magát a kerékpárút hálózatot kiépítsük, mert akkor lesz egy-egy szakasz értékes, hogyha rá tud kapcsolódni egy nagyobb hálózatra. A megyei kerékpárút hálózat kialakításának célja, hogy hosszú távon segítse a munkában járást és a helyi turizmus fejlesztési programokat. Orbán Attila ezt megelőzően Szálkára látogatott. Itt a Kistavat körbefutó kerékpárút építését tervezi a település polgármestere. Szálkán mindössze alig több mint 600-an laknak, a kisfaluban viszont 24 szálláshelyen több mint 230 vendégágy áll a turisták rendelkezésére. Mi ezt régóta tervezzük, ennek a kerékpárútnak a megépítését, ami itt a tó körbejárhatóságát biztosítaná, és ennek nagyon-nagyon örülnénk. És úgy, ahogy az alelnök úr mondta,
hát ez nem csak a Szálkai, hanem a térség programja is tudna lenni. Ide nagyon sokan járnak már ki, úgyhogy már biciklivel is érkeznek. Mondjuk úgy is járnak, hogy az autón a biciklés utána itt bicikliznek, de ha ez a program megépül, akkor ez természetesen itt egy komoly turisztikai programot fog jelenteni. Ugye ezt mellé még lehet kapcsolni ilyen erdei tornapálya, meg ilyeneket, és hát abban a szép övezetben, az erdőben lenne ennek egy része, ami megépülne, és hát a tó körbejárhatóság az gyalog is könnyebben menne, amit most egyre többen járnak ide, és egyre jobban szeretik az emberek. És amíg megépülne a Szekszárdról is ide a kerékpárút, hát akkor az még a csúcsa lenne. Szálka legfontosabb bevételi forrása a turizmus. A település polgármestere azt mondja, ha megépül a kerékpárút, Szálka még vonzóbb lesz. Valamikor még mik itt a kistérségek működtek, akkor készült egy ilyen kerékpárút fejlesztési terv, ami akkoriban úgy készült el, és ezt valahol elő is lehet bányászni szerintem, hogy Szekszárdról elmegy Bátaszékre, Bátaszékről kijön erre Szálkára, és visszatér Szekszárdra, és rácsatlakozna a Möjcsény település, a Mórágy, a Bátapáti, ezek a települések is, és így összeszedne, mint ahogy mondtuk is, hogy három város középpontjában van, és amit most elmondtam, ez pont ezt takarja, és ez már az egy tetemes ember mennyiség, akik hát ide ezt tudnák használni, és ugye, ahogy el is hangzott, nem csak Szálka, hanem a környék települései, és hát ezt igénybe tudnák venni. Ott lenne az a híd, igen, az a bekötő. Ott lenne a híd. A Szálkai tavat körbefutó kerékpárút megépítéséhez pályázati pénzre van szükség. Ebben segíthet a falunak a Tolna megyei önkormányzat, aminek alelnöke most településről településre járva méri fel, hol milyen fejlesztéseket terveznek a következő uniós ciklusban. A tervezett Szálkai kerékpárút érdekessége az lesz, hogy a tervek szerint a két tó között egy kis híd is épül majd. A kerékpárútaknál mindig jó, hogyha van valami kiemelkedő és sajátos az útszakaszban, és ezt azért is tartom alkalmasnak, mert ez egy külön attrakció lehet a kerékpárút szempontjából, hogy van egy olyan része is, ami a tó fölött visz át. Természetesen sétálni is lehet majd ezen, és hát minél hamarabb el kellene kezdeni ennek a tervezését, és nagy lehetőséget látok abban, hogy a következő fejlesztési ciklusban ez meg is valósul. Hát minden település a 109 település sorában sajátos elképzeléssel rendelkezik. Nagyon változatos elképzelések vannak, de... A következő uniós ciklus településfejlesztési pályázatai várhatóan már a jövő tavasszal megjelennek.